A munkáltató tett egy ajánlatot, amit már meg is propagált a hálózaton, de azt is láttátok, hogy mi már ezt tettünk módosító javaslatokat. Azt az ajánlatot tett a munkáltató, hogy fölemelni a napi munkaidőt 88,4 órára, és ennek ellentételezéseként ott abban a táblázatban felsorolt jövedel, egy kvázi bértáblázat bevezetésével a jegyvizsgáló, vezető jegyvizsgáló, nemzetközi jegyvizsgáló és nemzetközi vezető jegyvizsgáló munkakörökben egy kvázi bértáblázatot vezetne be, ahol 16 és 36 ezer forint közötti összegben megemelné az alapbéreket első lépcsőben a budapesti TSVI-nél, és a javaslata az volt, hogy határozott időre az év végéig. Ugye a mi álláspontunk az volt, hogy ez szó sem lehet róla, mert hogyha határozott időig van, akkor ez visszavonható. Akkor ugye az lehet, hogy akkor határozatlan ideig. Azt mondtuk, hogy a számunkra az sem elfogadható, hogy csak a budapesti TSV. Ehhez született aztán később a javaslatunkra az a lista, amit ugye megismertetek, ti elküldtem nektek, hogy Budapesten 7. hó 1-től, Miskolcon 10. hó 1-től, Szombathely 4. hó 1-től, 17. 4. hó 1-től, Debrecen, Szeged, Pécs pedig 17. 7. hó 1-től kívánná ezt a munkáltató bevezetni. Ez természetesen összefügg a létszám helyzettel. Tehát ahol létszám hiánya van, azok a korábban vannak, ahol nincs létszám hiánya, ő szerintük az később vannak. Ehhez azt az ajánlatot tette, hogy igyekszik a fordákat ugye megtartani. 12,2 lenne a szolgálatba tölthető, munkával tölthető óra. A KSZ-t úgy módosítanánk, és ez azt kéri, hogy a havi munkaidő keret megállapításához ne a MT szerinti munkaidőszer munkanapszor 8,4 legyen, hanem 3 havi átlagban állapíthassa meg a havi munkaidőt. De azt ő elszámolni se így szerette volna, de mi azt javasoltuk, hogy mi nem fogunk a kollektív szerződésben biztos egy havi munkaidő kerettől eltérni. Ezért ez biztos, hogy nem is lesz, de meg is változtatta az ajánlatát, és azt ajánlotta, hogy a kollektív szerződésben előre állapítsuk meg minden hónapra, hogy mennyi a havi kötelező óra, de az elszámolás havonta történne. Tehát nem 3 havi, hanem 1 havi munkaidő keretként működne. Csak ki szeretné egyenlíteni a hosszú és ünnepekkel teli hónapokat a rövidebb és mondjuk nem ünnepi hónapoknak a kötelező órájával. Egyébként ezzel a számításokat, ahogy én láttam, ez egy szolgálattal többet jelentett minden hónapban átlagosan. Még egy feltétel van, hogy mindenhol a napi szolgálati órák szám, ugye 16 órára kell, hogy emelkedjen, ugye utána Miskolcon és Debrecen egyes telep állomásainkban nem így van, vagyis a helyi függelik arra, hogy így van, ugye az is feltétele, hogy a 16 óra legyen a szolgálati órának a száma. Egyébként ebbe való részvétel önkéntes, tehát aki, ugye itt a Imrével már beszéltünk, hogy két nyilatkozat szükséges. Egy nyilatkozat arról, hogy valaki hajlandó 12 óránál tovább dolgozni, és még egy nyilatkozat szükséges, hogy ebben részt kíván venni. Mert ha visszavonja, hogy ebben nem kíván részt venni, attól még a 12 órás nyilatkozatát nem kell visszavonja. A munkáltató azt mondta, hogy abban az esetben, hogy valaki visszalép ettől, akkor a munkáltató mérlegelésén múlik, hogy újból beléphet-e ebbe a rendszerbe. Ez volt a munkáltatónak a javaslata. Pénteken lesz erről egy tárgyalási forduló, semmilyen eligérkezés nincs, semmilyen aláírás nincs. Mi tettük javaslatokat, hogy talán úgy jobb lenne, ha így működne, de a munkáltató azt mondta, hogy mindenképpen be akarja vezetni. Hát nehéz lesz, mert ugye a 3 havi munkaidő keretet nem fogja tudni megoldani. A munkaidő alapot megemelheti, ha készíti el munkakörben, a munkavállaló megállapodik. Érdekes összefüggés, hogy amikor 8 órára megemelkedett a munkaidő, akkor semmilyen ellentételezés nem történt, hanem 8 és 8,4 között pedig történik. Hát ellentétes tehát a szakszerű politikai érveinkkel ellentétes, mert a munkaidő csökkenés
irányában szerettünk, vagy szeretnénk továbbra is tárgyalni. Kértem a mai napra, hogy a személy szerint az utazó tagozata ezt gondolja végig. Beszéljék meg. Nyilvánvalóan mi olyan megállapodást fogunk aláírni, amit ők és az elnökség számunkra jóvá hagy. A munkáltató nagyon nagy gondol, hogy törődik a jövedelmünket, de az a helyzet, hogy ez neki se többe nem kerülne, a mostanihoz képest legalábbis a mi megítélésünk szerint, és úgy gondoltuk, hogy ha tényleg komolyan veszi és komolyan szeretne részünkre egy bérrendezést, vagy hogy leírt a valamilyen jövőbeni életpálya modellnek megfelelő dolgot kialakítani, akkor mi is tennénk egy javaslatot, amely tartalmazna azt, hogy alakítsanak ki egy 8 órára kidolgozott bértáblát, amely a minimálbér szorzolatötő figyelmevételőjén történne, annak úgy lenne kialakítva. Ehhez tennének egy bérpótlék, a 8,4 óráig, és az alapbérhez képest 16% emelés figyelembevétel történő kialakítását. És ahhoz ragaszkodnánk, hogy ne fokozatosan, hanem egységesen mindenki, egységesen országosan történne a bevezetése. Mivel a fordák, szóval a havi vezénylések nem forra szerint, hanem elég zilált módon történnek, így nem havi, mivel a fordát nem veszik vigyázni, és nem havi szinten kéne a produktív 80%-os idő figyelembevétele, hanem emiatt szolgálatonként kéne a produktív időt figyelembe venni. A másik az lenne, hogy a munkáltató a növelt munkáltató a minimális szolgálatot 6 órára emelje meg. Ez a mozdonyvezetőknél bevett szokás, úgy gondoljuk, hogy egy cég, akkor a minimális munkaidő 6 óránál nálunk se lehetne rövidebb. Valamint, hogy havi munkaidőkeret figyelembe véve történjen a havi vezénylésünk. És külön megállapodásban, ez kájszerei módosításként szeretnénk, ha bekerülne, és külön megállapodásban meg csak annyi kerüljön bele, hogy a 12 és 16 óra közti munkavégzést vállalja a munkavállaló, illetve a 8,4-es órás munkavégzést, valamint itt a 8,4-el a szabadságolásnál és a betegállománynál a 8,4-et vennék alapul a számolásnál, mivel ha 8,4 lesz és 8-as számoljak, akkor hátrányírja a munkavállalóra. És akkor körülbelül ez lenne az, amit úgy gondolom, hogy a tagozat részéről egységesen, egyöntetően meg tudtunk szavazni, és ezt a javaslatot tesszük